Sziasztok, varkolyók, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videóban a klisés karácsonyi bukteket fogom kitölteni. Ezt a könyves teget Hélsz csinálta, és engem Varga Virág hívott ki a Virág Varga csatornáról, amit itt is nagyon szépen köszönök, úgyhogy a mai videóban ezt az ilyen kis karácsonyi könyves teget fogjuk kitölteni. Próbálok olyan könyveket mondani a szempontokhoz, amelyeket egyébként nem szoktam olyan gyakran említeni, Meglátjuk, hogy ez sikerülni fog-e. Kezdjük is el. Első pont. Karácsonyi film. Azaz egy könyv, ami igazából szerelem volt számodra. Ilyen számomra például Justin A. Reynolds-tól a végzetelem. Azért ezt a könyvet választottam ehhez a ponthoz, mert amikor én ezt a könyvet megláttam a boltban, akkor igazából nem is kerestem semmi olvasnivalót, csak simán nézelődni mentem be, és akkor hirtelen én megláttam ezt a könyvet, és így szerelem volt első látásra, már a borító is nagyon tetszett, és a főszöveg is. Aztán megadtam a képző kiadótól recenziós példánként, egyébként egy értékelő videót csatornámon, mert közös könyvünk volt augusztusban, szóval a link jelent lesz a leírásban de utána elolvastam, és a szerelem tovább tartott azóta, is imádom ezt a könyvet, nagyon aranyos és elgondolkodtató, úgyhogy ő igazából a szerelem volt első látása. Második pont. Morgós karácsony, azaz egy könyv, amitől rögtön grincsé változtál. Próbáltam egy olyan könyvre gondolni, ami engem itt teljesen kiborított, és meg kell mondjam, hogy nagyon nehéz volt. Van egy jó pár könyv nyilván, ami nem tetszett nekem az évek során, de próbáltam egy olyanra gondolni, ami tényleg nagyon kiakasztott, és egy eszembe jutott, amit még nagyon régen olvastam, tehát mondjuk olyan 13 éves koromban nagyjából, az még biztos, hogy általános iskolában volt, és ez nem más, mint a Kelly Caden és a Véletlen. Hát igen, ezzel elmondtam már, hogy nem vagyok egy romantikus könyvrajongó, és ez egy ilyen kötet. Ráadásul ilyen 13-4 éves koromban még kevésbé szerettem az ilyen könyveket, és Teljesen kiakadtam az egészen, végig ideges voltam, miközben olvastam és igazából csak azért fejeztem be, mert ugye hát megvettem, és ha már megveszek egy könyvet, akkor legalább végigolvasom, akkor is rossz, hogy legalább megérje a vételt, és rettenetes volt. Nem tudom, nem emlékszek már a cselekményből semmire, és abban sem vagyok biztos, hogy tényleg rossz könyv volt, de nekem olyan szinten nem tetszett, hogy alig bírtam végigolasni, és néha még most is szivatnak vele a barátnőim, úgyhogy ezt mindenképpen tudom ide mondani. Harmadik pont. Családi vacsora. Azaz egy könyv, amiben szerepel egy család. Nem tudom, hogy miért, de az első könyv, ami ide eszembe jutott, az Blake crouch a menekülj. Ez a egy thriller és horror történet, amiben egy családot követünk, akik gyakorlatilag egész Amerikát átszállva szeretnének eljutni egy bizonyos helyre, hogy megmeneküljenek egy veszélytől. Nem fogok spoilerzni, mert gyakorlatilag ebben a könyvben szinte minden elem spoiler lenne, de itt végig egy családot követünk, hogy menekülnek, és igazán izgalmas volt, nagyon szeretem ezt a követ. Blake House nekem az egyik kedvenc ilyen thriller per horror íróm, és ebben a könyvben sem csalódtam, ez egy idei megjelenés, tehát 2021-es, és nagyjából egy nap alatt elolvastam, vagy kettő, nagyon tetszett, és itt egy családot követünk. Negyedik pont, karácsonyfa azaz az egy olyan könyv, ami karácsonyi színekben pompázik. Szerintem a karácsonyi színek azok az ilyen sötét, zöld, piros, illetve hát arany, szóval megpróbálok egy ilyen könyvet keresni a polcomról. Amit úgy gondolok, hogy jó lehet ehhez a ponthoz, a Sarah James a Föld és Vér ami a Crushed city az első része. Ez itt az angol kiadás, de a magyarnak is ugyanez a borítója egyébként. Azért gondoltam, hogy jó lehet ide, mert ilyen bordó színű, illetve arany, és azok hát szerintem karácsonyi színek, illetve, hogyha levesszük róla a védőborítót, akkor meg teljesen bordó és aranyfelirat van rajta. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy ő akár jó is lehet erre a pontra. Imádom egyébként a borítóját, szerintem ami elképesztően szép, és véleményem szerint karácsonyi színekben pompázik. Aztán következik egy pihi kérdés. Mézes karács, azaz egy olyan édesség vagy ital, amit karácsonyban szeretsz enni, inni. Hm. El kell gondolkoznom, mert őszintén szóval nincsen olyan édesség vagy ital, amit csak karácsony körül szoktam enni vagy inni, és nagyon szeretem. Úgyhogy ezzel most rendesen el kell gondolkoznom. Talán amit tudnék ide mondani, az a habosmákos süti, amit nagyim szokott csinálni. Ő sem csak karácsonykor csinálja, de ilyenkor van az, hogy megkérdezi, milyen süti csinálni, és meg rögtön rávágom, hogy ezt, mert egyébként ez a kedvencem. Úgyhogy talán ezt az édeséget tudnám ide mondani, én imádom, és alig várom, hogy pár nap múlva megint tudjak belőle enni. Ötödik kérdés. Önzetlenség, ajándékozás. Azaz mondja egy könyvet, amitől szívesen megválnál, hogy másnak örömet szerez. Pont egyébként tegnap volt az, hogy selejteztem néhány könyvet, mert hát átrendeztem a könyves polcomat, hogy jobban tetszen nekem. És hát voltak olyan könyvek a polcomon, amik nem tetszettek nekem annyira, és így már nincsen nekik hely. Úgyhogy pont alapjöttem meg őket aladásra és cserére. Még mindig van pár, ami nem kelt el, ami nem talál gazdára. És egy ilyen például az állomcsapda. Ezt a könyvet én még a 2020-as Reading Rush -re során olvastam, és nem volt rossz, viszont annyira nem tetszett, hogy folytassam a sorozatot, úgyhogy úgy döntöttem, hogy, úgy hogy megválok tőle, Egyben még nincsen gazdája, de tőle szívesen megválnék. Hatodik, forradból. Az az egy könyv, amiben sokat esznek, isznak. Hát az első dolog, ami ide eszembe jutott, az úgy a teljes Harry Potter sorozat. Ebben a kötetben rengeteg kitalált édesség, illetve ital van, és gyakorlatilag fontosan esznek vagy isznek a karakterek, úgyhogy azt nem mondani, hogy ő tökéletes ehhez a ponthoz. Van benne jó pár édesség és ital, és nekem mindig megöntő az étvenyem egyébként, úgyhogy ő tudnám ehhez a ponthoz mondani. Hetedik pont, éjféli mise. Azaz mondj egy könyvet, amiért elmondtál egy imát, hogy elolvashattad. Ilyen nekem például Caroline kepnes a te. Nem feltétlenül azért, mert annyira jó könyv volt, igazából valamilyen szinten nekem ez egy kicsit csalódás volt ez a kötet, mert nem tetszett annyira, mint vártam, viszont egyébként a Netflix-es az, az nagyon tetszik. Most, fogok, most fogom befejezni nem sokára. És azért érzem azt, hogy ez a kötet jó ehhez a ponthoz, mert amikor ezt a kötet beszereztem használtan, akkor 500 forint volt, és hát semmi probléma nincsen egyébként vele. Egy teljesen normális kötet, szint egyébként orvosatlanak is néz ki. Viszont azóta már sehol nem lehet kapni, és rettentő drágán árulják, még, még használtan is, tehát hogy... Láttam, hogy ilyen 6-7 ezer árulnak belőle egy darabot használtan. Ez nyilván azért van, mert a boltokban most nem lehet beszerezni, nem tudom egyébként, hogy azóta volt-e belőle újra nyomás, de ezért hálás vagyok, hogy így elolvashattam, mert szerintem, hogyha egy hónappal később szerettem volna megvenni, akkor már nem tudtam volna normális áron. Úgyhogy pont szerencsém volt, és így az is itt van nálam, és nem adok rá túl, mert ez egy értékelenleg. Nyolcadik pont, visszaszámlálás, az, az egy könyv, aminek alig vártad a végét gyakorlatilag bármelyik könyv a 2021-es legrosszabb olvasmányaim videóból, ami szerintem még nem ment ki, ez a karácsonyi kliséstek, ez szerintem karácsonykor fog kimenni, legalábbis úgy tervezem, csak meg kell még vágnom, mert akkor lenne leginkább hangulatos, de én legjobb és legrosszabb olvasmányaim és videó, azok úgyis ezután fognak kimenni. Viszont abban fog beszélni, azt hiszem, hogy hét könyvről, ami nem tetszett nekem az évben, és abból gyakorlatilag bármelyik jó ehhez a ponthoz. Legyen mondjuk most az átkozott, ami egy Netflix-es sorozatként indult, aztán írta belőle egy könyvet. És én elolvastam, mert az Artú király legendáját dolgozta fel, viszont egyáltalán nem tetszett, és alig bírtam végigolvasni. Úgyhogy ő mindenképpen ez a pont az tökéletes, mert alig vártam, hogy vége legyen. És az utolsó pont, tűzi játék, azaz mondj egy olyan könyvet, ami olyan, mint egy tűzi játék. Ezzel egy kicsit el kellett gondolkoznom, hogy mit válasszak ide, de azt tudnám mondani, hogy a tűzi játék szóról Nekem Stephanie Garbernek a Karavál jut eszembe, úgyhogy itt az első könyv. Ez a kötet, illetve mind a három rész egy ilyen nagy ünnepélyes játéköré épül, ami kicsit olyan, mint egy cirkusz, vagy nem is tudom, mint egy karnevál, és azt mondom, hogy a tűzjáték szó erre a kötetre tökéletesen élhet, nagyon hangulatos, és imádom. Nekem egy hatalmas meglepetés volt, amikor olvastam, mert nem szeretek ilyen nagyon felkapott könyveket egyébként elolvasni, és nem is gondoltam, hogy nekem való lenne, de aztán hozzám került, azt hiszem, hogy 2019 végén, de nem vagyok benne biztos, hogy egyébként, és elolvastam, és imádtam. És utána elolvastam a legendary is, a második rész, és az is tökéletes volt. Imádom ezt a sozatot, a harmadik részsel nem vagyok teljesen elégedett, de alapján véve ez a sozat szerintem rettenetesen hangulatos, és a játék szó tökéletesen illik rá. Ez volt volna hát a klisé és karácsonyi könyvesteg, még egyszer nagyon szépen köszönöm a kihívást, én már nem szeretnék kihívni senkit, mert mire ez a videó kimegy, már majdnem vége van az évnek, és nem hiszem, hogy annyira aktuális lesz, de hát köszönöm szépen, hogy ezt a videót, és találkozunk a következőben. Sziasztok!